A II. Világháborút követő sorsfordító időszak egy közel 50 éves szovjet elnyomást hozott Magyarország és Európa keleti fele számára. Pedig úgy tűnik, könnyen alakulhatott volna másképp a nagyhatalmak egyezkedése. Egyesek úgy vélik, hogy már az 1943-as teheráni értekezleten eldőlt minden. Mások szerint, ha 1945-ben Jaltában Churchillnek sikerül meggyőznie Rooseveltet a bolsevik diktatúra és a szovjet birodalom terjeszkedésének valós veszélyéről, akkor elkerülhető lett volna, hogy Kelet-Európa végérvényesen szovjet érdekszférába kerüljön. 75 évvel ezelőtt Winston Churchill nagyhatású és emlékezetes beszédet tartott az Egyesült Államok beli Fultonban. Ebben megjósolta az európai hatalmi átrendeződést, és a hidegháborús korszak szimbólumává vált vasfüggöny kifejezést is neki tulajdonítják. A Balti-tenger mellett fekvő Szczecintől az Adriai-tenger mellett fekvő Triestig vasfüggöny ereszkedik le Európára. De Nagy-Britannia miniszterelnöke nem csak ekkor, 1946-ban látta jól a jövőt, hanem már az azt megelőző években is. Mégis miért nem akadályozták meg az angol száz hatalmak még időben a kommunista diktatúra térnyerését? Vajon mind dőlt el Kelet-Európa és Magyarország sorsa az elkövetkezendő fél évszázadra? Önök az Ez itt a kérdés április 28-ai adását látják. Jó estét kívánok, én Gulyás István vagyok. Mai témánk aktualitását Winston Churchill 75 évvel ezelőtt elmondott ikonikus fultoni beszéde adja. Hogyan jutottak el a győztes szövetséges hatalmak a közösen alakított szovjet érdekszférától az egymás ellen folytatott hidegháborúig? Hogyan zajlott le a II. Világháború utáni nagyhatalmi egyezkedés és a szovjet kommunista diktatúra térnyerése? Vendégeink a témában Szerencsés Károly történész, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem tanára. Jó András történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársa, és Skype kapcsolat segítségével Fülöp Mihály, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzora. Jó estét kívánok az uraknak! És ha már Churchill szóba jött, ugye a fultoni beszéd tulajdonképpen orvosi kifejezéssel élve már a szövődmény leírása volt. De hogy ez a szövődmény hogyan jöhetett létre, ez mindenképpen fontos. Vajon valóban már eldőlt Teheránban, vagy adott esetben már maga a, hát ugye a Molotov-Ribbentrop paktum is előrejelezte ennek a lehetőségét, Károly? Hát önmagában ez a kifejezés, ami itt előkerül, hogy valamelyik nagy hatalomnak tulajdonképpen az életterébe kerülünk, ez elgondolkodtató, érdekszférájába kerülünk. Ez ugye azt jelenti, hogy az ország mozgástere a 20. században vészesen lecsökkent, és akkor visszább kell mennünk sajnos, tehát Trianonig kell mennünk, mert nyilvánvalóan ez a kisállamiság, amiben beleszorították nem csak Magyarországot, de egész Közép-Európát, akkor is, ha nagy területű államok, például Lengyelország vagy Románia, akár Jugoszlávia jöttek létre, mégiscsak azokhoz a birodalmakhoz képest, amelyek igényt tartottak vagy fenekedtek Közép-Európára, gyengék voltak. Az összefogást pedig éppen a Versailles környéki békék tették lehetetlenné, és ez a kiszolgáltatottság az, ami végül is a 20. században ellehetetlenítette a magyar szuverenitást. És ha pontosan meg kellene mondani, pontosan visszavezetni ezt a szálat, én azt tudom mondani így felvezetőben, hogy nem feltétlenül kellett volna, hogy így történjen. Ezzel valószínűleg egyedül leszek a mai beszélgetésben, de már tudjuk, hogy így történt. Tehát ez befolyásolja a gondolatmenetünket, holott az is a történelem része, ami nem történt meg. Tehát amit nem voltunk képesek elérni, vagy amit nem tettek meg bizonyos nagyhatalmak, holott elvi céljaikban benne volt, és amit Jaltában is megerősítettek, hogy Közép-Európában nyugat-európai típusú parlamentáris demokráciákat kell létrehozni. Ezt föladták. Ezt így van. Fülöp professzor úr, ön szerint? Hogyha a témán szempontjából a kezdetet meg kellene jelölni, akkor teljesen egyértelmű. Nem tudom, hogy lehet-e hallani. Kiválóan.
A kezdete a Molotov-Ribbentrop-paktum, amikor is a sztálini Szovjetunió és a náci Németország a közöttük levő államokat és azok területét felosztották egymás között. Ugye ez egy klasszikus értelemben ment érdekszféra megállapodás. És hogyha előre tekintünk, akkor miután a náci Németország megtámadta a vele addig gyakorlatilag szövetségben lévő Szovjetuniót 1941. június 22-én, 41. decemberében Sztálin az új szövetségesével, ugye Eden angol külügyminiszter Moszkvába látogatott, egy ugyanilyen megállapodást kívánt kötni. Vagyis pontosan azt ajánlotta fel az angoloknak, amiben megegyeztek Hitlerrel, és ez volt az oka annak, hogy egyrészt Eden visszautasította ezt az ajánlatot, legalábbis kezdetben. Másrészt, hogy az amerikaiak kezdettől fogva ellenezték azt, hogy az angolok és a szovjetek Európát keletre és nyugatra, angol és szovjet érdekszférára hozzák. András? Csatlakoznék a kezdeti gondolathoz, amelyet Szerencsés tanár úr felvetett. Tehát szerintem is a második világháború kitörése az összefüggésbe hozható azzal, hogy az előző világháború végén létrehozott úgynevezett védelmi sáv, ugye francia szóval cordon sanitaire, ez nem töltötte be a maga funkcióját sem Németország irányában, sem pedig a szovjet előrenyomulás tekintetében nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és a háború során pedig ugyancsak én nekem is az a véleményem, hogy sokféle alternatíva feküdt még egészen a teheráni konferenciáig az asztalon, tehát sokféle képpen alakulhatott volna akár a háború végkimenetele, hiszen a hadseregek még küzdöttek egymással, még 43 végén meg sem történt a nyugati partraszállás. Azonban az már körvonalazódott, hogy nagyjából ott lesznek majd a jövendő érdekszférái, ameddig egy-egy hadsereg el tud jutni. Na most ez nagyon fontos egyébként, mert ugye a teheráni konferencia 43. október 30-án van, ekkor már túl vagyunk Sztálingrádon, és ekkor már túl vagyunk a Kurszki csatán. Tehát két olyan fordulópont, ami jelzi, hogy a német erő kezd kifogyni. Tehát innentől kezdve, és ugyan még a Szovjetunió területén vannak a szovjet vörös hadseregnek a csapatai, de az látszik, hogy megvan benne az erő, és mögötte megvan a megfelelő technika, technológia és élőerő, hogy folytatni tudja. És Németország pedig egyre gyengébb, és nehezen bírja már a több frontos háborút. Ez kiderült sokak számára. Én úgy tudom, hogy Sztálin biztos volt benne, hogy 43-ban befejezik a háborút. De az a kérdés, hogy hogyan? Ugye, mert azt hirdették meg az amerikaiak és az angolok, hogy ez a végsőkig fog tartani ez a háború. A végső azt jelenti, hogy az ellenfél fizikai és ideológiai megsemmisítéséig fog tartani. Ez pedig oda vezetett, hogy a harmadik birodalomban elképesztő energiák mozgósítottak még, elképesztő dinamika, és még két évig tartott a háború. Tehát borzasztó sokáig tartott, még óriási veszteségekkel, és ez tette lehetetlenné tulajdonképpen, hogy Churchillnek az elképzelése, nem feltétlenül az érdekszféra mentén gondolkodom, hanem abban is gondolkodom, hogy ez egy őszinte igény volt, hogy Közép-Európát ne adják föl Sztálinnak. Hiszen már úgy is feladták a Molotov-Ribbentrop-paktumig. Azt elfogadták, hogy a három balti állam, hogy Lengyelország keleti része, az a Szovjetunió lesz. Tehát most már a tét
Közép-Európa volt, és Churchillnek tudjuk, hogy megvannak a javaslatai, hogy esetleg az Adria felől, Isztria felől valahogyan katonai erővel bekerülni Közép-Európába, és akkor majd meglátjuk. De ugye ez az erős német ellenállás, plusz Roosevelt elnöknek az érdektelensége, Horvát zárójelbe jegyzem meg, a külügyben, amerikai külügyben dolgoztak rajta, terveket készítettek, hogy kellene Közép-Európát elrendezni, de ez valahogy nem jutott el a Roosevelt döntési szintjéig, vagy inger küszöbéig, és így maradt ez a nyugati front. Szerintem a közvetlen elindítója annak, hogy Közép-Európa attól függetlenül, hogy győztes államoknak minősítenek benne egyeseket, vesztes államoknak minősítenek, ettől függetlenül szovjet érdekszféra lesz, ez attól függött, hogy Normandiában volt a partraszállás, és nem ért ide az amerikai-angol haderő. Igen, de Olaszország már kilépett ekkor a háborúból. Ugye, és ami nagyon fontos, hogy ugye talán a körülmény is, hogy pont Teheránban tartják meg ezt a konferenciát, és ez is érdekes, mert ugye a németek még Szovjetunióban vannak, és ezért kell Teheránt választani, hogy Sztálin, mivel nem volt olyan gépük, ami a német légierő hatósugarán kívül tudott volna repülni, vagy annál magasabban, ezért gyakorlatilag Sztálin akarata érvényesül, amikor Teheránban tartják meg a konferenciát, és a két másik nagy hatalom jön el, és Sztálin nagyon határozott elképzelésekkel érkezik már oda. Igen, hát utalnak arra, hogy valóban legtöbben korábbra várták a háború befejezését, ha nem is éppen 1943-ra, de 44-re, tehát 44 őszére várták a legtöbben, tehát azok a várakozások voltak, ha majd a nyugati partraszállás valahol megindul, tudjuk végül Franciaországban. Igen, akkor hát gyors, a szicíliai partraszállás igen, az nem okozott akkor gyors lesz a német összeomlás, de nem így történt. És sőt, az Ardenneki offenzíva meg is állítja őket. Nagyon igen, igen. Hát erre aztán ugye már végképp nem számítottak, hogy még 45 tavaszán is dúlnak a harcok. A Teheráni konferenciáról annyit szerintem szükséges megjegyezni, hogy ez volt az első találkozó, csúcsszintű találkozó, és itt azért nem annyira a háború utáni helyzet, vagy az érdekszférák kijelölése volt a téma, hanem a háború folytatása. És ugye az előző évben, 1942-ben még nem lehetett azt egészen biztosan tudni, hogy esetleg a Szovjetunió katonailag nem roppan-e össze a német támadásnak a súlya alatt, hiszen 42 tavaszán még elég sikeres volt a Wehrmacht a kereti hadszíntéren, és ugye itt lebegtettek a szovjetek is olyan lehetőségeket, hogy esetleg a valamiféle megegyezés különbéke útján keresnek megoldást, hogyha a katonai ellenállás nem vezet sikerre. Tehát az angol szászoknak tekintettel kellett arra lenni, hogy a szovjeteknek és Sztálinnak a harci kedvét azt megfelelő szinten fenntartsák, és az 1943-as esztendő pedig már egyértelművé tette, hogy a Vörös Hadsereg bizony előbb-utóbb kiszorítja a szovjet területekre a Wehrmachtot, és döntő tényező lesz majd a háborús végjáték során. És ebben a szellemben tárgyalhatott egyébként Sztálin, utalva a balkáni akcióra, vagy Churchill elképzelésére, az egy nagyon érdekes momentum a teheráni tárgyalásoknak, ezt Churchill az emlékirataiban le is írja, hogy maga Sztálin veti fel ezt a lehetőséget, hogy Törökország bevonásával a Balkán felől közelítsék meg, ugye Európa lágy alfelén, ahogy ezt mondta Churchill, a német birodalomnak a területét, de ezt aztán nagyon gyorsan letolják az asztalról, és akkor már Churchillnek a javaslata, amikor körvonalazódik, akkor már nem támogatja Sztálin, tehát ez egy olyan érdekes momentum ennek során.
a Churchillnek ez a kifejezése, a lágya, a testő úgy tekintette a Európa nyugati felét, Franciaországot, hogy az egy krokodilnak, ugye az állkapcsa van ott, az orra, onnan nehéz közelíteni, de a lágya felől onnan lehetséges. Voltak egyébként különböző katonai elgondolások is, tehát a brit vezérkarban is sokan támogatták Churchillt, mert az volt a fő érv, hogy nehéz a szövetséges erőket, amelynek a súlya a mediterrán térségben volt, tehát Észak-Afrikában, aztán Olaszország került említésre, és hát ez egy komoly logisztikai művelet volt ezt a haderőt visszavonni a brit szigetre, és ott újra csoportosítani. Az amerikaiak persze közben beérkeztek, de hát ez egy komoly, hosszadalmas művelet volt. Ez is nyújtotta végsősorban a háborút, és változtatott azon is, hogy hol melyik hadsereg tudott a háborús végjáték során megjelenni. Professzor úr, ha már a Balkánról volt szó, azért az nagyon fontos, hogy a teheráni konferencián dől el, hogy ugye nem lesz partaszállás, balkáni partaszállás, viszont szabad kezet adnak a Titóféle partizánoknak, kvázi elismerik szövetséges haderőnek a Titóféle partizánokat, és azért ami még nagyon fontos, hogy akkor, amikor bejelentik, hogy 44-ben létrehozzák a nyugati frontot, ami egyébként hosszú ideig húzódik annak, sokkal hamarabb várt a Sztálin, akkor egyértelművé válik az is, még hogyha nem is kodifikálják, hogy tulajdonképpen Magyarország és a Balkán a szovjet hadműveleti területként van elismerve innentől kezdve, egyáltalán Közép-Európa, sőt, mi több szó esik Lengyelország új határairól, már Teheránban, tehát már valami körvonalazódik. Na most itt három kérdés fonódik össze. Az egyik és a legfontosabb, amit előbb Jó András említett, hogy hogyan kapjon kedvet Sztálin arra, hogy a németekkel való különbéke helyett az angol-amerikai szövetségesekkel működjön együtt. Ennek a magyarázata az, amit az angol politika dolgozott ki, 43 őszén a moszkvai külügyminiszteri értekezeten létrehozták az Európai Tanácsadó Bizottságot, aminek a fegyverszünetek kidolgozása volt a feladata. És ebben 44 elején az úgynevezett Etli Bizottság egy olyan javaslatot tett, amiben Németország felét, keleti felét, amit aztán később NDK-ként ismertünk meg, a szovjeteknek adta. Ez nem csak azt jelentette, hogy Németország keleti felét, mielőtt egyetlen egy vörös katona betette volna a lábát a térségbe, vagy az angol-amerikaiak partra szálltak volna, nem csak azt jelentette, hogy Németország felét megkapták, hanem Európa keleti felét. És ezt a teheráni konferencia szentesítette. Na most ebből adódik az, a másik kérdés, amit Gulyás István vetett fel, hogy 1943-ban Olaszország angol-amerikai szférába került, hiszen ezek a hadseregek szálltak partra és kötötték meg Olaszországgal a fegyverszünetet, amiből a Szovjetuniót kiszorították. Ebből teljesen logikus volt, hogy amikor viszont a Vörös Hadsereg előre nyomul, akkor Kelet-Európában nem fognak az angol-amerikai befolyásnak engedni. Tehát ez az az üszkös pillanat, amikor Európa keleti fele szovjet szférába került, azonban ezt még kellett volna szentesíteni, és itt van egy harmadik pont, amiről érdemes beszélnünk, ez Stalin Churchill 1944 őszi októberi moszkvai százalékos megállapodása, ahol szemben a 41-es angol állásponttal, ami még nem fogadta el az angol-szovjet érdekszférákra felosztását Európának, Churchill az úgynevezett balkáni államok, és sajnos Románia és Bulgária mellett Magyarországot is ide sorolták, százalékosan is teret engedett a szovjet befolyásnak. Magyarország egyébként egy
eldöntetlen kérdés volt egészen 44 októberéig, tehát Horthy sikertelen kiugrási kísérletéig és fegyverszüneti kísérletéig, mert amikor Churchill megjelent ugye Stalinnál a Kremben, és azon a híres sajtszélbulán felírta a százalékokat, akkor még Magyarország esetében 50-50 százalék volt a százalékos megegyezésnek az irányelve, amit aztán Stalin és Molotov felküzdött 80 százalékra, tehát ez volt az a pillanat, amikor Magyarország egyértelműen a két állam és kormányfő megegyezéseképpen szovjet szférába került, ebben pedig döntő szerepe volt, és ezért világtörténelmi jelentőségű Horthy Moszkvába küldött fegyverszüneti delegációja. Október 11-én Horthy az előzetes fegyverszüneti feltételeket, ebben egyébként benne volt a trianoni határhoz való visszatérés, tehát hogy a hadsereget és a közigazgatást visszavonjuk a trianoni határok mögé. Ezt aláírta, hasonló előzetes fegyverszüneti feltételeket írta alá Bulgária is. Ez volt az az abszolút biztos pillanat, amikor Horthy, tetszik, nem tetszik, ki kell mondanunk, Sztálinnak egy óriási szívességet tett, mert hiszen meglobogtathatta még aznap Molotov, az angol külügyminiszter és az amerikai nagykövet előtt, hogy íme Horthyék nekünk adják meg magukat, és annyira gyorsan akar cselekedni, hogy azt mondta, hogy két napon belül dolgozzuk ki a közös angol-amerikai-szovjet fegyverszünetet Magyarországnak, és ez el is indult, és egy ilyen copy-paste-tal gyakorlatilag a román fegyverszüneti feltételekkel, azonos fegyverszüneti feltételeket ki is dolgoztak, ez végül is a Horthy-féle kiugrási kísérlet bukása miatt csak 45. január 20-án írtuk alá. Nagyon fontos, és most azt hiszem, most értünk el igazán Magyarországig. Tehát 1943. október 35-a és a jaltai konferencia között a következő nagyon fontos, csak 44-ben a következő nagyon fontos dolgok történnek. Március 19-én Magyarországot megszállja a német haderő. Október, nem, legyünk idősorrendben. Ugye megtörténik a partraszállás. A szövetséges haderő partraszáll Normandiában. Nyáron, nyár végén, augusztus 23-án Románia kiugrik a háborúból, és gyakorlatilag egy hatalmas területet két nap alatt átugranak az oroszok, vagy a szovjet hadsereg, és azonnal a magyar határon van, mindez augusztus 25-én már a magyar határon vannak, az erdélyi határain. És október 15-én pedig a kiugrási kísérlet csúfos kudarcot vall, és Szálasját átveszi a hatalmat. Innentől kezdve Magyarországnak mekkora lehetősége volt arra, hogy ne a szovjet érdekszférába kerüljön, Károly? Igen, hát ha azt nézem, hogy mi történt, vagyis a tényeket nézem, akkor nyilvánvalóan azt kell mondani, hogy kevés. Hiszen eddigre teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a szovjet hadsereg nem fog megállni a határain, hiszen már túljutott rajtuk. Már bent van Magyarországon. Igen. Októberben már régen, tehát nem fog megállni Ausztria határán sem, hanem addig fog menni, amit kijelöltek számára, amiben megegyeztek az amerikaiakkal és az angolokkal. Ez a vonal, ez megvolt. Hát addig fog menni. Ha esetleg addig nem jut el, akkor az amerikaiak majd visszavonulnak. Hiszen ez történt. Visszavonultak. Nagyon. Vagy elállnak attól, hogy ők szállják meg Prágát. Hát mit szólunk ehhez? Hát, hiszen bent voltak Csehországban az amerikai csapatok. Tehát ez nyilvánvaló. Petőn tábornok el is akarta foglalni Prágát, aztán utána érdekes módon meghalt. Lebeszélték róla. Lebeszélték róla, és aztán egy olyan balesetet szenved, amit a mai napig nem tudnak értelmezni.
Szóval azt tudom ezzel mondani, hogy ezzel szovjet megszállás alá kerültünk. Világos, a fegyverszünetet viszont a három nagy hatalommal kötöttük, már persze nem a korábbi adminisztráció, hanem az 1944. december 21-én megalakult nemzetgyűlés által felhatalmazott kormány, tehát a fegyverszünetet három nagy hatalommal kötöttük, Amerikával, Nagy-Britanniával és a Szovjetunióval. És az esély most már az volt, hogy ez az érdekszféra, ez mit jelent? Azt jelenti, hogy szovjet típusú rendszert vezetnek be, esetleg még szovjet tagköztársaság is legyünk. Olvastam Gustav Huszák levelét, aki felajánlkozik, hogy Szlovákia, nem Csehszlovákia, Szlovákia szívesen lenne tagköztársaság, tehát még ilyesmiben is gondolkodtak sokan, vagy féltek ettől, magyar polgári politikusok is féltek ettől. Tehát az kérdés az, hogy ez az érdekszféra azt jelenti-e, hogy szovjetizálják az országot 45-ben, amikor véget ér a háború, vagy pedig marad-e egy mozgástér, marad-e lehetőség arra, hogy Magyarország ugyan a Szovjetunió gazdasági, katonai, stratégiai vonzás körében marad, de megtarthatja azt a politikai formát, amit választ, vagy választani akar. És ezt megengedték Magyarországon az oroszok. Tehát ezért 1949-ig. 1945 novemberében, tehát nagyon hamar. Most zárójelben, hogy elfeledkezünk arról, hogy a háború iszonyú erővel folyik máshol is, nem csak Európában, és az amerikaiaknak, angoloknak arra is figyelni kell, ott van Japán. Egy japán könyvet megnézünk, Európa egy másodlagos hadszintér számukra, mert az igazi nagy háború az ott volt, a csendes óceán. Tehát, igen, és nagyon fontos volt az a vörös hadsereg bevonása. Hát abszolút, és hát a kérdés az, hogy ennek az akaratnak, ami november 4-én világosan kifejeződött, hogy mi a Szovjetunióval, mindenkivel a legméltányosabban jóvátételt fizetünk, határainkat visszavonjuk, ahogy elhangzott, és így tovább, de egy nyugat-európaihoz hasonló, vagy azzal azonos politikai rendszert tarthatunk e fent. Ez volt a kérdés, és nagyon sokan hittek abban, hogy ez lehetséges. Egy szabadságharc volt 47-ig. Nem fegyverekkel vívták, parlamentben vívták legfőképpen, de kint az utcán is, ha erre még lesz idő, esetleg beszélhetünk róla, de a lényeg az, hogy a vége persze az lett, hogy... Igen, a kék cédulás választásokon nagyjából eldőlt, tehát utána az már csak a végjáték volt. Hát akkor dőlt el, amikor az USA és a Szovjetunió egymásnak feszült. A Moszkvába akreditált Egyesült Királyságbeli nagykövet, Bulit már 1942-ben azt mondja Churchillnek, hogy félő, hogy a vörös amőba ráfolyik Európára. És ugye a Jaltai konferencián ezt el is mondja Roosevelt elnöknek Churchill, hogy tulajdonképpen Stalin egy tiránusz, egy vörös tiránusz, és nem szabad vele olyan megállapodást kötni, amely nem ellenőrizhető. Erre Roosevelt elnök azt mondja, hogy én úgy érzem, hogy Sztálin nem ilyen ember, én azt hiszem, hogyha mindent megadok neki, nagyon fontos, a mindent megadok neki, amit csak tudok, és semmit nem kérek érte cserébe, noblesse oblige, nem fog elfoglalni semmit, és együtt fog működni velem egy demokratikus, békés világért. Hát ez nem igazán történt meg. Igen, hát ez elég ismert, ez az amőba hasonlat, ugye ez pontosabban úgy hangzik, hogy a szovjet terjeszkedés az olyan, mint az amőba, tehát állábakat nyújt ki, és ha érzi, hogy nincs ellenállás, akkor benyomul az üres térbe. Most ugye Teherán, Jalta, Potsdam. Ugye a teheráni konferencián lehetett azt tudni, hogy
ahol ugye a szovjet követségre kvárté oszták be Rooseveltet, és ott minden jól be volt rendezve a hallgatókészülékeke. Tehát azért azt figyelembe kell venni, hogy ezeken a konferenciákon, ami elhangzott a, mondjuk az Amerikai Egyesült Államok elnökének a szájából, azt sosem tudhatta, hogy majd Sztálinhoz vagy a szovjet vezetéshez milyen formában jut csak tovább. Csak azt tudta, hogy eljut. És tehát egyébként van is valahol, most pontosan nem tudom, hogy hol, de mert Roosevelt nagyon óvatos volt azzal kapcsolatban, ellentétben például egyik utódjával, Nixonnal, hogy mi az, amit rögzít, és mi az, amit elmond, de fennmaradt egy ilyen talán apokrif mondata, hogy olyan, mint egy bűvész, tehát sose lehet tudni egészen pontosan, hogy amit mond, az hogyan kell értelmezni, ezt saját magáról mondta állítólag. Egy kicsit túl nagy jelentőséget tulajdonítanak ezeknek szerintem, és rögtön levonják sokan a következtetést, hogy akkor föl akarta adni rögtön Roosevelt egész Kelet-Európát. Óvatosak voltak az amerikaiak, és Roosevelt különösen abban a tekintetben, hogy hol, mikor, miről mondja ki a végső szót. Egyáltalán nem voltak egyébként illúziói szerintem azzal kapcsolatban, hogy mit lehet várni Sztálintól. Már 1943-ban pontosan ezért elrendelte maga az elnök, hogy folyamatosan az amerikai rádiófelderítés a szovjet NKVD-nek a különböző közléseit figyelje, és ebből lett egy szép nagy gyűjtemény is, amit persze a szovjetek aztán ezt közzétették, az amerikaiak, ma is olvasható az interneten maguk a dokumentumok, a Venona kódjelre hallgató amerikai gyűjtemény, amit a szovjetek persze nem ismertek el, hanem hidegháborús propagandának tekintettek. Tehát folyamatosan figyelték azt, hogy mire készülnek a szovjetek, Roosevelt szándéka szerint, de hát Jalta idején még folyt a világháború, a hadseregek harcoltak, valamit kellett adni a szovjeteknek, tehát valamilyen háborús célt nekik is kellett vázolni, főleg, hogy 1944 júniusáig ők viseltek a háborúnak a súlyát. Tehát ez a mi szempontunkból természetesen tragikus, de olyan szempontból, hogy a háború végén milyen világrend alakul ki, tulajdonképpen most hangsúlyozom persze amerikai szempontból, ez nem tűnt olyan nagyon nagy árnak, hogy néhány országot, ami egyébként amerikai szempontból elég érdektelen volt, átadnak a szovjet érdekszférába. Természetesen nem értették az alatt feltétlenül azt, hogy itt majd szovjet rendszer lesz, sőt lehet találni olyan amerikai feljegyzéseket, amelyekben arról esik szó, hogy még jó is, hogy itt egy kicsit az elmaradott társadalmi viszonyokat, ez Bulgáriára vonatkoztatták naivítás. Egyébként, azokat majd itt egy kicsit felpesdíti a Szovjetunió, mint jelenlét. Tehát ezek voltak, és hát nyilván, hogy sok naivitás volt, de volt egy elég egyértelmű terv azért az Amerikai Egyesült Államok elnökének a fejében, hogy néz ki a háború utáni világ. Szerintem egyébként, ne haragudjon, de szerintem a leginkább ekkor az amerikai elnök fejében az volt, hogy minél hamarabb befejezni az európai háborút, és elereszteni a szovjet vörös hadsereget a japánokra, mert ott azért még nagyon kemény dolgok voltak. Igen, és hát tudjuk, hogy Roosevelt életében a Manhattan terv még nem hozta meg a gyümölcsét, néhány hónap eltelt addig, ami azért átértelmezte azt is, hogy a szovjeteknek a szerepe hogyan alakul a Távol-Keleten. 45. február 4-én kezdődik a jaltai konferencia, 11-én ér véget, és hogy azért megint csak visszatérjünk Magyarországra, ebben az időszakban van a végjáték Budapest ostromának. Nézzük meg, hogy Budapest ostroma milyen szerepet játszott a szovjet birodalom terjeszkedésében. December 24-én 170 ezer szovjet katona készült Budapest bevételére. Az oroszok az addigi történelem legnagyobb város ostromának kapujában álltak, amely 1 millió civil lakost ejtett túszul. Budapestet nem egyszerűen egy idegen hadsereg kerítette be, hanem egy idegen világ. A magyar főváros visszavonhatatlanul a II. Világháború egymással szemben álló legnagyobb hatalmainak véres játszóterévé változott.
A szovjet katonák többségének fogalmuk sem volt, hova érkeztek. A körülzárt város lakóinak pedig sejtelme sem lehetett, kikkel állnak szemben. Nem így a város védőinek. A Budapesten harcoló keleti frontról hazatért magyar katonák közül, akik tényleg látták nem csak a háború borzalmát, de azt a nyomort is, ami a Szovjetuniót és a vörös paradicsomot jellemezte, nagyon sokan önként jelentkeznek újból harctéri szolgálatra, mert egy cél lebeg a szemük előtt, az, hogy az úgynevezett vörös rémet valóban távol tartsák Magyarországtól. Ezek a katonák nagyon sokszor szembesültek azzal, hogy a korábban fogságba esett bajtársaikat megcsonkított holttesttel, kiszúrt szemekkel, meggyalázva találják meg olyan esetekben, amikor a front váltott egyet, és újból települések kerültek a magyarok vagy németek kezére, és pontosan tudták azt is, hogy nem csak ők, hanem a civil lakosság sem számíthat semmi jóra az előretörő vörös csapatok kezébe. Budapest védőinek elsősorban valóban a tőlünk nyugatabbra lévők lehetnek hálásak, hiszen ha nincsenek azok a városok, mint Budapest, Breslau vagy Königsberg, amelyek jelentős szovjet erőket vonnak magukra és kötnek le, akkor a szovjet csapatok nem csak Berlinig jutnak el. Azt, hogy Sztálinnak nem csak Berlinig állt szándékában eljutni, mi sem bizonyítja jobban, mint saját maga, amikor azokra a gratulációkra a háború után, hogy a csapatai elfoglalták Berlint, nemes egyszerűséggel annyit válaszolt, hogy Sándor cár csapatai Párizst is elfoglalták, és azt gondolom, hogy ezzel mindent el is mondott. Egészen bizonyos, hogy Sztálin, illetve Moszkva, amennyiben lehetősége lett volna rá, akkor nem Berlinnél, vagy Ausztria közepénél, vagy a Bajor hegyekben, vagy Csehországban áll meg. Azért állt ott meg, mert addig jutott el. Professzor úr, van itt egy nagyon fontos kérdés. Ugye Magyarország gyakorlatilag ilyen utolsó bástyaként már német megszállás alatt, elsősorban a Wehrmacht és a Waffen-SS alakulatokkal, de velük szövetségben vagy együtt harcolva magyar honvédséggel is két nagyon komoly csatát vívott a magyar területeken. Olyan csatát, amit Budapest ostromát Sztálingrádhoz szokták hasonlítani, a hortobágyi vagy debreceni páncélos csatát pedig Kurszkhoz szokták hasonlítani. Mennyire dühítette ez föl a tirannuszt? Azt hiszem, hogy egy kicsit más szemszögből kellene közelíteni ezt a Budapest-Ostroma kérdést, meg ami itt a hat történésztől elhangzott, ugyanis volt egy furcsa szövetség, ugye ez az angol-amerikai szovjet szövetség, amit egyetlen egy dolog kötött össze, mint a háború után egyértelműen kiderült, és ez a hitleri Németország legyőzése és a náci rendszernek a szétzúzása volt. Na most finn, bolgár, román, magyar szövetség és olasz szövetségesével együtt ugye az antifasiszta nagy koalíciónak az volt a célja, és ezt el is érte a háború végére, hogy teljesen szétzúzzák Németországot. Ami Hitlert illeti és Budapestet illeti, teljesen világos, hogy azért ragaszkodott Magyarország megtartásához, és azért rántotta magával a háborús katasztrófába, hogy Bécset és szülőföldjét, Ausztriát védelmezze. Na most ebből a szempontból, hogyha most a magyar oldalát nézzük, a magyar történelmi oldalát nézzük, akkor Magyarország történelmének a legtragikusabb nemzeti katasztrófája az Magyarország német megszállása volt 1944. március 19-én, mert ez vezetett egyenesen ahhoz, hogy akkor, amikor Magyarország tulajdonképpen utolsóként a csatlósok közül megpróbálta az átállást a szövetséges oldalra, akkor ezt a
az átállást megakadályozta a náci Németország, az SS és a Gestapo, csak egyetlen egy epizódot említenék fel ebben a sorban. Ugye Bakai Szilárdot 1944. október 8-án rabolták el a Skorzenyi különintménynek a tagjai, ugyanazok, akik aztán a ifjabb Horthy Miklóst. Egyébként Bakainak különösen tragikus a sorsa, és nagyon jól jellemzi a magyar történelmet, mert ugye a magyar megszálló csapatok parancsnoka volt, és az SS kapta el, és deportálta, és utána 1947 tavaszán Sopronban az NKVD különítmény végezte ki. Tehát ebben benne van a teljes magyar sors. Na most ebből a szempontból azonban a Horthy-féle kiugrási kísérletet nem szabad lebecsülni, mert ugye Horthy a fegyverszüneti delegációjával azt kérte Sztálintól, hogy a Budapest ellen nyomuló szovjet csapatokat állítsa le, amit a 12-én meg is tettek, és ennek az indokaként azt hozta fel Horthy, hogy 200 ezer budapesti zsidóra a németek ráeresztenék az SS-t és a Gestapót, és kiirtanák őket, tehát egy pogromot szerveznek. Ez egyébként azért is világtörténelmi jelentőségű bejelentés volt, mert rögtön Churchill és Eden tudomására hozták a szovjetek, és valóban le is állították az előrenyomulást. Tehát itt nem az volt a probléma, hogy a szovjetek előrenyomultak, hanem az, hogy leállították, és ezzel tulajdonképpen hozzájárultak a kiugrási kísérletnek a kudarcához. És végül még egy gondolatsort szeretnék elmondani, ami kifejezetten idevaló, és aztán, hogyha még a műsor megengedi, erről a furcsa szövetségről és érdekszférákról egy-két szót ejtenék. És ez pedig a következő. Sztálin 1941. decemberétől pontosan elmondta az angoloknak, hogy milyen határokat akar Európába, ezt el is érte. 1944. januárjában Majszki a szovjet béke elképzelések között teljesen világosan kifejtette, hogy új hatalmi rendet kell létrehozni a legyőzött és a győztes szovjet szférába került államokba. Mit jelentett ez? Ezt lehetett tudni 1939-41-ből, vagyis ez jelentette Katint, a balti államok bekebelezését, a Finnország elleni szovjet agressziót, Beszarábia elvételét Romániától, tehát teljesen világos volt, hogyha a szovjetek 44-ben bevonulnak ezekbe az országokba, ugyanezt fogják csinálni. És pontosan ez történt, tehát hogyha azon lamentálunk, hogy vajon kezdettől fogva elhatározták-e, hogy szovjetizálnak, akkor a válaszom az, hogy igen, hiszen tulajdonképpen a bolgár uralkodó elitet tiltották, 1945-47 között fokozatosan visszaszorították a polgári erőket, azok, akik a Horthy-féle kiugrási kísérletben részt vettek, azok eltávolítottak, a polgári ellenállást megszüntették. Románia, amelyik pedig kiugrott, végül is ugyanazt kapta jutalmul, amit a többiek büntetésül, és a Gróza kormány, szovjet Gróza kormány hatalomra jutottásával ugyanoda jutottak. Igaz, hogy Észak-Erdélyt Sztálin nekik ajándékozta. Tehát azt hiszem, hogy egyetlen egy, tehát záró gondolatként, hogyha többet nem kapok szót, csak annyit tudok mondani, hogy egyrészt nem igaz az, hogy az angolok, amerikaiak átengedték volna Kelet-Európát a Szovjetuniónak, a Szovjetunió elfoglalta, tehát a győztes államokat felszabadította, a vesztes államokat pedig megszállta. Tehát egyszerűen a hadsereg előrenyomulása eldöntötte azt a kérdést. Másrészt pedig azt tudom mondani, hogy akkor lett volna esélye Magyarországnak és a többi államnak, hogy ebből a helyzetből kikerüljön, hogy a szovjet csapatok visszavonuljanak,
hogyha a három nagyhatalomnak az együttműködése fennmaradt volna, meg tudták volna oldani a német és az osztrák kérdést, ezt nem tudták megoldani, és ez lett a hidegháború eredője. Na most ez nagyon érdekes dolog, de Potsdamban változhatott volna még valami? Azért érdekes ez, mert Potsdamban már nem Churchill és nem Roosevelt ül a tárgyalószékben, hanem Attlee és Truman. Egyetlen egy állandó szereplő maradt, Stalin, aki viszont elfoglalta Berlint, aki háromszor annyi területet foglalt el Európában, vagy nevezzük úgy, szabadított föl Európában, mint az angol és az amerikai szövetségesek, tehát itt elég jelentősen eltolódtak az erőviszonyok abban a pillanatban. Károly. Természetes, tehát, hogy ezt a területet a szovjet hadsereg szállta meg. És az is természetes, hogy a Szovjetuniónak egészen világos céljai vannak, tehát akkor visszamehetünk addig, hogyha megnézzük mondjuk egy 41-42-es Pravda cikket, akkor abban az van, hogy az egész földgolyón győzedelmeskedni kell a vörös hadseregnek. Így van. Ezt a világ szó szerint el lehet olvasni. Ha ebből indulunk ki, akkor Sztálin valóban mérges volt, hogy csak Berlinig jutottak. A Bugyonni induló is úgy szól, hogy fel a Krimbe, aztán Varsó, aztán Berlin. Így szólt. És egyszer már meg is próbálták. Ugye Varsó alatt állították meg őket a lengyelek. Tehát most pedig eljutottak, ameddig eljutottak. És az volt a kérdés szerintem, hogy az a terület, amit megszálltak, az miképpen lesz beilleszthető az új Európába. Tehát teljes mértékig egy szovjet birodalom külső gyűrűje lesz-e, vagy pedig lesznek olyan érdekek, akkor nevezzük nevén őket, tehát hogy lesznek-e olyan érdekek, amelyek Közép-Európában megnyilvánulnak, akár Anglia, akár az USA részéről. Bele lehet ebbe kapaszkodni egy itthoni, kvalifikált, polgári, demokratikus politikának. Meg lesz ehhez a kellő tömeg, meg lesz ehhez a kellő külföldi, külső, nemzetközi környezet, hogy Magyarország valóban, ha gyorsan rendezik, Ausztria kérdése. Tényleg Ausztria volt az egyetlen kakukktojás. Kulcskérdés, hogy ők hogyan, hát ott van Finnország is, tehát nem csak ez az egy van, és ott van Csehszlovákia, ami ugye 48 februárban van a pucs, csak 48 februárban van a pucs, és ebbe a két országban, illetve Ausztriával együtt háromban volt szabad választás. Tehát persze, most már tudjuk, elfoglalták és szovjetizálták. De Rákosiék, mikor idejöttek, azzal az utasítással jöttek, hogy nem lehet szovjetizálni. Majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. A végső cél természetesen, az még egyszer mondom, a bolygó, de majd meg fogjuk látni, hogyan alakul, hogyan tudjuk rendezni Németország kérdését, Lengyelország, Irán, mi lesz a távolkelet, majd meglátjuk. És Ausztria is, Magyarország és Csehszlovákia is lehet egy ilyen ajánlat egy ilyen asztal mellett. Lengyelország nem lehet, mert arra vezet az út. Németországba, Románia nem lehet, mert arra vezet az út a Balkánba. De ez a térség talán lehetne. Én így látom, és amikor ez eldőlt, hogy nincs ilyen lehetőség, nem Magyarország miatt, meg nem is Közép-Európa miatt, hanem a világ miatt, hogy eldőlt, hogy az USA és a Szovjetunió között megszűnik az együttműködés, és hidegháború lesz. Ez 46 végére szerintem már egészen nyilvánvaló, meg is van egymásnak üzenve. Akkor kerül szovjetizálásra Magyarország és Csehszlovákia is utolsóképpen, és még 55-ig húzzák Ausztria kérdését, még nem egy megoldást találnak. Na, és ezért, az ő nagy szerencséjük. Ezért is gondoltam egyébként, és van 2 percünk, András, ezért is gondoltam, hogy azért való kakukktojás volt, mert Finnország, ez valóban egy nagyon érdekes kérdés, de ott ugye a finn-szovjet háború, az, hogy periféria, az egy valahogy furcsán. Csehszlovákia,
a győztes hatalmak közé tartozott, ugye az emigráns kormány révén, de Ausztria a harmadik birodalom része volt az Anschluss után, full vesztes. És mégis? Hát muszáj korrigálni, mert Ausztria nem számított vesztes országnak, hanem inkább úgy kezelték, mint Hitler első áldozatát. Éppen ezért furcsa, hogy a megszállási rendszer és a megszállási zónák azok fennmaradtak ugye majdnem egy évtizeden keresztül. Tehát ez egy sajátos helyzet volt, de én visszatérnék Churchillhez és a kiinduló pontunkhoz, a Fultoni beszédhez. Itt van egy percünk. És kevesen tudják, hogy ezt már 1945. februárjában megírta egy táviratban az amerikaiaknak, sőt, ezt a vasfüggöny kifejezést már József Goebbels is használta, pontosan az elrettentés propagandájának részeként. Úgyhogy gyakorlatilag azért ez már benne volt a levegőben, hogy egy választóvonal ereszkedik le Európa közepén, ahogy mondta Churchill, Stettintől Triestig. Igen, és ennek a vasfüggönynek az egyik oldalán volt a szovjetizálás, a másik oldalán pedig épültek tovább a polgári demokrácia. És maradtak rejtélyek, mint például Finnország, hogy onnan miért vonult vissza. Ez egy külön azért lenne jó végszó, hogyha egy mondatot még mondhatok. Egy mondat, tanár úr. Igen, hogy sajnálhatjuk, hogy az osztrák-magyar monarchia felbomlott, mert mi is olyan szerencsések lettük volna, mint szomszéd. Hát meglátjuk. Igen, na itt kezdődik, amikor arra ezt szokták mondani a történészek, hogy ez már történelmi jelen, de nagyon érdekes ezzel a gondolattal eljátszani. Professzor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm a tanár uraknak is, hogy itt voltak velünk. Önök az Ez itt a kérdés, látták műsorunkat, visszanézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on, de követhetnek minket a Facebookon is. Egyre több magyar fejlesztésű műszer és eszköz lép ki a Föld légköréből, sőt pár éven belül újra lehet magyar űrhajósunk is. A környezetvédelem és az űrkutatás kapcsolatáról, az egyre növekvő és súlyos problémát okozó űrszemétről is beszélgetünk majd következő műsorunkban, oda is várjuk Önöket. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!